Na, hát szeretettel köszöntök mindenkit. Én azt találtam ki már, hogy egy kicsit az asztrofotós műszerekről beszélnék, csillagászati szaknyelven asztrográfokról. Bizonyára észrevettétek, hogy mostanában a lencsés távcsövekkel felhagytam a fotózással. Most egy kicsit át szeretném tekinteni azt, hogy ennek mi az oka tulajdonképpen. Hát ilyen távcsövet, ilyen címet adtam az előadásnak, asztrográfok lencsése vagy tükrös távcsővel. Igazság szerint a PowerPoint bemutatót azt nem terveztem nagyon dekoratívra és nagyon hosszúra, hiszen úgy készültem, hogy lehet, hogy nem is tudom használni, mert ugye itt elég nagy a fény, és azt a hírt kaptam, hogy itt nem nagyon lesz vetítésre lehetőség. De azért csináltam két táblát, amin a vázlat azért olvasható. Tekintsük át, hogy egy asztrofotós műszernek, egy asztrográfnak mik a legfontosabb paraméterei, mitől lesz egy asztrográf igazából egy igazi asztrofotós műszer, vagy mitől lesz egy távcső igazából asztrofotós műszer. A fontos paramétereket itt összegyűjtöttem. A nagy fényerő az első. A nagy fényerő az miért fontos? Hát azért fontos a nagy fényerő, hiszen sokkal rövidebb idő alatt le tudjuk fotózni azt, amit szeretnénk. Vagyis másképpen fogalmazva, adott idő alatt halványabb objektumokat is meg tudunk örökíteni, mint egy kevésbé fényerős műszerrel. Ugye én ennek az áldozata lettem néhány évvel ezelőtt a fényerő és az idő hiányának, hiszen rákaptam az egészen halvány sötétködök fotózására még Ágasváron. Talán két évvel ezelőtt kezdtem el ezeket, és rádöbbentem, hogy hiába van egy úgymond egy nagyon szuper lencsés távcsövem, ami viszonylag fényerős F6-os, ugye a lencsés távcsövek közül ez elég fényerősnek számít. És hiába van egy digitális képérzékelős fényképezőgépem, amivel nagyon-nagyon szép felvételeket lehet csinálni, mégis, hogyha ha halvány objektumot szeretnék lefotózni, sötétködöket és olyan világot, amit gyakorlatilag az amatőrök nem nagyon örökítettek meg még eddig, vagy nagyon-nagyon kis számmal. Tehát mondjuk nem az Orion ködöt szeretném fotózni, meg nem az Andromeda ködöt, meg nem a Dumbbell ködöt, meg ezeket az elcsépelt dolgokat, hanem tényleg igazán kuriózum és halvány dolgokat szeretnék megörökíteni. Amit hozzátennék, hogy legalább olyan szépek tudnak lenni, mint ezek a nagyon fényes társaik, akkor bizony a műszerem és a műszerezettségem erre és az időm alkalmatlan. Nem is tudom, volt Ágasváron fölmentem, kinéztem egy nagyon-nagyon szuper, talán a Taurusba, a T-Tauri vidéken nagyon sok sötét köd van, Barnard ködök, ugye, és nagyon sok érdekes ilyen reflexiós köd is. És hát talán 30 darab 10 perces expozíciót csináltam rá, ráment egy vagy két éjszakám, és ugye a 30x 10 perc az 300 perc, az 5 óra. Tehát 5 órányi expozíciós időt pocsékoltam el egy olyan objektumra, aminek aztán a végén, amiből a végén nem lett semmi, hiszen a sötétköd immel-ámmal kivehető volt a képen, de hát iszonyatosan zajos volt, és esztétikailag nem érte el annak a minőségnek a tizedét sem, amit én szerettem volna látni. És ekkor döbbentem rá, hogy bizony ezekhez az objektumokhoz lényegesen hosszabb expozíció kellene, vagy egy lényegesen fényerősebb és egy lényegesen hatékonyabb rendszert kell csinálni, amivel hasonló időtartam alatt el lehet érni azt az expozíció mennyiséget, és azt az adat mennyiséget, azt a fény mennyiséget be lehet gyűjteni, amihez kell. Na most ez gyakorlatilag lencsés távcsővel már nem volt kivitelezhető, legalábbis az én pénztárcámnak. Úgy azt láttam megoldásként, hogy egy még fényerősebb távcsövet, egy Newton távcsövet kell építeni, amivel
amivel lényegében 2-3-szor olyan gyorsan, vagy 2/3 alatt el lehet érni ugyanazt az expozíciós időt, vagy ugyanazt az információ mennyiséget. Tehát a nagy fényerő az ezért fontos, hogyha igazán mondjuk kitelepülő, tehát nincsen fix csillagdánk, ahol nagyon jó az ég, és nincsen annyira sok szabadidőnk, vagy annyira nem sivatagban élünk, ahol állandóan derült az ég, akkor bizony, és halvány objektumra vadászunk, akkor kell a nagy fényerő és a hatékony fénygyűjtés. Hát akkor ennyit a fényerőről. A megfelelő méretű korrigált látómező természetesen egy asztrográfnak meghatározó paramétere is, vagy asztrográfnak is a meghatározó paramétere, hiszen a Newton távcsövek a fényerőt azt tudják prezentálni, hiszen egy F3-as, F4-es parabolai tükör optikai tengelyben nagyon-nagyon jó leképezést tud nyújtani, megfelelő fényerővel, de nagyobb látómezőre nagyon-nagyon csúnya a leképezése, hiszen a kómahiba nagyon jelentős. Ezért kómakorrektort kell használni ezekhez a távcsövekhez. Aztán a színihibamentes leképezés és a vinyettálásmentes képmező is fontos paraméter, hiszen hát ugye a színihiba az expozíció, tehát színes felvételekkel nagyon-nagyon erősen láthatóvá válik, ahogyan a vinyettálás is, hiszen a vinyettálás az azért fontos, hogy pici legyen, vagy minimális legyen, hiszen hogyha halvány objektumot szeretnénk fotózni, szintén megint a halvány objektumokról van szó, ugye, akkor a digitális képfeldolgozás során a kontrasztot növelni kell az égi háttér és az objektum között, és hogyha az égi háttér és az objektum között minimális eltérés van fényességben, akkor nagyon erős kontrasztnövekedést kell alkalmazni ott. És ezért nem csak az égi objektum bújik elő, hanem a vinyettálás is, tehát az egyenetlen képmező megvilágítás is nagyon felerősödik. És hogyha nagyon erős a vinyettálás, és ezt nem tudjuk rendesen korrigálni, akkor gyakorlatilag lehetetlenné válik a halvány objektum előbújtatása a képen. Tehát ennyit az optikáról. Köszönöm szépen. Aztán a távcsőnek nagyon fontos mechanikai paraméterei is vannak. Ugye a hosszú expozíciók miatt a stabil és precíz kivitel, aztán a kis hőtágulás. A kis hőtágulás azért fontos, mert a hosszabb expozíciók alatt a fókusz az nagyon jelentősen el tud mozdulni az optikai rendszerben, és akkor még az első felvételek lehet, hogy gyönyörű szép tűélesek, egy-két óra alatt ha a hőmérséklet változik, akkor bizony el tud menni a fókusz elég rendesen, és életlen felvételeket fogunk csinálni az éjszaka második felében, hogyha ezt nem ellenőrizzük. A megfelelő árnyékolás, az oda is írtam, a kontraszt miatt fontos, és a szórt fények elleni védelem miatt. Szintén a halvány objektum előbújtatása érdekében érdemes erre odafigyelni, hiszen ahogy skálázzuk, ahogy növeljük a kontrasztot, ugye az egyenetlen megvilágítás és a szórt fények esetleg tönkretehetik a képet. Ez egy Orion ködnél vagy egy Andromeda ködnél lehet, hogy nem feltűnő, de nagyon halvány objektumoknál különösen oda kell ezekre figyelni. Hát hasonlítsuk össze a tükrös és lencsés távcsöveket néhány paraméter szerint. Ugye, mint említettem, a tükrös távcsöveknél a legkedvezőbb és a legfényerősebb távcső az egy Newton rendszerű. Ugye használnak kasszegrény távcsöveket is fotózásra, hiszen a profi távcsövek azok mind ilyenek. Egy nagyon fényerős paraboloid vagy hiperboloid tükör, és annak a primér fókuszába a kasszegrény, tehát az elsődleges fókuszába, ahol a kasszegrény távcsöveknek a segédtükrét teszik, oda szokták tenni az érzékelőt, ugyanúgy, ahogy a Schmidt távcsöveknél is. Csak ugye a modern távcsöveknél már nem Schmidt távcsöveket, vagy Schmidt korrekciós lemezt alkalmaznak, hanem speciális korrektorokat.
de a rendszer az ugyanaz, tehát egy fényerős tükör és nincsen segédtükör. De ezek a távcsövek nagyon drágák, és nem is nagyon lehet belenézni, tehát vizuálisan nem lehet használni őket. Tehát én ezért azt javaslom, hogy Newton távcsövet használjunk, hiszen ezek megfizethetők, nagy a fényerejük, vagy nagy fényerejük tudnak lenni, ugye F3,5, F4, F4,5, F5-ös, ezek még mind fényerősebb és lényegesen fényerősebb paraméterek, mint amit a lencsés távcsövek tudnak. A Newtonok nem színeznek, és olcsóak. De mi a hátrányuk? Az a hátrányuk, hogy kómakorrektor kell hozzájuk, ami mondjuk a jó minőségű korrektorok, amik nagy látómezőre korrigálnak, azok nem olyan olcsók. És azt is tudni kell még a Kome korrektorokról, hogy minél fényerősebb távcsőbe tesszük őket, annál kisebb látómezőre és annál kevésbé hatékonyan korrigálnak, sőt, optikai tengelyben is rossz minőségű képet tudnak adni az olcsók. Ami ugye hiába használ a kicsi érzékelőt, hogyha egy fényerős távcsővel, hogyha a Kome korrektor az optikai tengelyben is elrontja a képet, nagyon erős szférikus hibát tesz bele, vagy másmilyen hibát. Az olcsó kómakorrektorok ezt csinálják általában. A megfelelő mechanikai stabilitás is lényeges paraméter, hiszen hogyha veszünk egy olcsó távcsövet, azoknak nem biztos, hogy az optikai elemei úgy vannak rögzítve, hogy hosszú expozícióra kifejezetten alkalmas lehet, hiszen a tükörtámolygás és a különböző elemek, mi optikai elemek elmozdulása, vagy a fókuszírozónak a mozgása, a nyeklése, a nyaklása, az csíkhúzós képeket fog eredményezni. Ezeket ki lehet küszöbölni, például Ofaxis vezetéssel, Ofaxis Guiderrel, de az Ofaxis Guiderrel nehezebb dolgozni, mint egy vezető távcsővel. Azon kívül a justírozás is justírozás miatt is fontos, hogy mechanikai nagyon stabil legyen a távcső, hiszen hogyha optikai elemek kicsit mozognak, és nem konstansak, és nem halálpontosan ott állnak, ahol kell, és nem tartják ezt a beállítást, akkor a justírozással nagyon nehéz dolgunk lesz, és nagyon gyakran kell sűrűn kell justírozni a távcsövet. Hiszen ezek a fényerős Newton távcsövek, amikről már itt beszélek, ezek nagyon érzékenyek a pontos optikai beállításra. Aztán a lencsés távcsövek. Ugye itt az apokromátokról érdemes beszélni, hiszen az apokromátok nem színeznek, és mint mondtam, hosszú expozícióval a színi hiba nagyon erősen feljön, nagyon erősen kijön, és nagyon csúnyák lesznek a felvételek, mondjuk ez ízlés kérdése. Tehát az apokromátok azok nem színeznek, nagy a látómezejük, és a mechanikai stabilitás általában őket nem érinti, hiszen a lencsés távcsöveket sokkal könnyebb mechanikailag stabilra építeni, mint a Newtonokat. Egy másik oka is van, hogy miért ilyen stabilak a lencsés távcsövek, hiszen a lencsés távcsőnek az optikája, ha egy picit megmozdul expozíció alatt, akkor a fókuszban nem mozdul el a kép jelentősen, úgy, mint a Newtonoknál, hiszen a lencsés távcső megtöri a fényt. Ezt ki lehet próbálni egyébként egy lencsével, mondjuk eljátszunk, megfogunk egy lencsét, és fókuszálunk mondjuk a napfényt, és így megdöntjük a lencsét a kezünkkel, akkor látszik az, hogy a napnak a képe igazából csak deformálódik, de lényegében ugyanott marad. Még egy tükörnél ugye picit megmozdítom a tükröt, akkor a tükröződés az hihetetlen nagy utat jár be. A lencsés távcsöveknek a hátránya ugye a viszonylag kisebb fényerő, és az, hogy nagyon drágák. Átmérőkhöz képest drágák. De ettől függetlenül azt kell mondanom, hogy kisebb távcsöveknél, tehát olyan 10 cm-es átmérőig még a lencsés távcső nagyon jó asztrográf tud lenni, és még megfizethető kategóriába tartozik. De ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy ezekhez a távcsövekhez is korrektor kell, hiszen a nagy látómezőjű leképezést azt gyakorlatilag a alapból az apokromátok nem tudják. Vannak olyan fotografikus távcsövek, fotografikus apokromátok, amik korrigált látómezőt biztosítanak, egészen nagy látómezőt, a Takahashinak vannak ilyen Petzval rendszerű asztrográfiai, meg van a Televűnek is, meg van a Pentaxnak is, de ezek még sokkal drágábbak, mint
mint a, csak a vizuális apokromátok, amikhez külön kómakorrektort lehet, vagy filtfettenet lehet vásárolni. Elhoztam az én legújabb távcsövemet. Ez egy, én úgy hívom, hogy ez egy asztrográf. Ja, még egy, hogy mi az asztrográfnak, a tükrös asztrográfoknak mi a legfontosabb, vagy még egy fontos paraméterük van a köznapi nyelvben, hogy nagyon nagy a kitakarásuk. Ugye, az ilyen 30-40%, sőt 40-50% közötti kitakarás már vizuális célra már azt szokták mondani, hogy használhatatlan. Hát nem használhatatlan, de hát nyilván sokkal lágyabb képet ad a távcső, mint egy kis kitakarású változata. Hát ennek a távcsőnek majdnem 50%-os kitakarása van. Gyakorlatilag a fényveszteség is elég sok, hiszen ez 20 centis átmérőjű, és mégis gyakorlatilag úgy működik, mint egy 175-180 mm-es lencsés távcső. Tehát az átmérőből gyakorlatilag 2-2,5 centit elvesz a segédtükörnek a nagy kitakarása. Aztán, mit akartam még mondani, hogy ugye említettem, hogy az árnyékolás nagyon fontos tényező, ezért én egy ilyen kis árnyékoló harmadsapkát, inkább árnyékoló sapka, mint harmadsapka, gyakorlatilag ezt ide föl kell tépőzárazni a távcsőre, most ezt le kell tennem, mert nem tudom rá fölrakni. Na hát hevenyészve fölraktam. Ez a kis árnyékoló, ez annyit segít, hogy a látómező lényegesen egyenletesebben lesz kivilágítva, és a belső reflexiókat, szórt fényeket lényegesen csökkenti. Sőt, hogyha valaki még elemlámpával elmegy, és ott rávilágít a távcsőre, az sem okoz problémát. A lencsés távcsövek egyébként árnyékolása lényegesen egyszerűbb, és ott általában gyárilag tökéletesen meg vannak oldva. Newtonoknál ez kicsit problémásabb, ugye az oldalsó betekintés miatt. Aztán megmutatom a korrektort. Na, bele is szorult. Igen. Itt van. Hát ez egy 3 incses VIN típusú korrektor. 3 lencsés és nagy látómezőre korrigál 50 mm-es körben. Gyakorlatilag. Úgyhogy nagy érzékelőkkel is szép pontszerű képeket lehet vele csinálni, fényerős távcsövekkel, hát sajnos elég drága. De olcsó korrektorokkal is lehet jó korrigáltságot elérni. Ugye én ezt a korrektort azért vásároltam, mert teljes full frame-es, tehát 24x36 mm-es érzékelővel dolgozom, és ahhoz kellett ez a nagy átmérő és a nagy látómezőre való korrigálás. De a kisebb érzékelőkkel, APS-C szenzorral, 22,5 mm-es érzékelővel, aminek az átlója olyan 28 mm körül van, ahhoz elegendőek általában jóval olcsóbb korrektorok is. Tessék? Hát majdnem, igen. Tehát egy ilyen korrektor 1000 euró. Egy ilyen 1000 euró. Hát a távcső az kicsit több, de hogyha azt nézzük, hogy az embernek van egy 20 centis asztrográfja, akkor, és milyen fényerővel, akkor azt, tehát gyakorlatilag az egész rendszernek a teljesítményhez képest lényegesen olcsóbbból kijön egy ilyen, ugye ez házi készítésű, ezt nem kell mondanom, tehát lényegesen olcsóbban meg lehet építeni ezt házilag, mint ahogy ezt mondjuk a Takahashi-tól, vagy a tőlünk szomszédban az osztrák Astro System Ausztriától meg lehet vásárolni készen. Ugye 1,5-2 millióba kerülnek ezek a távcsövek náluk. Aztán még egy fontos paraméter egy asztrográf tervezésénél, hogy az optikai elemeket úgy kell rögzíteni, ugye, hogy azok nem mozogjanak. Tehát
Leveszem ezt a harmadsapkát, mert nem bírom megtartani egy kézzel, meg nem lehet belelátni. Tehát a főtükörtartó nagyon erős, 2 mm vastag acéllemezből készült, ami vizuális használatnál talán egy kicsit durva, hiszen elég erős diffrakciós tüskéket eredményez, de fotografikusan fontos, hiszen a tükörtartónak a stabilitását így lehet, a megfelelő stabilitását így lehet biztosítani. És szerintem egyébként nem is csúnyák azok a szép diffrakciós tüskék a képeken. Ugye nagyon szeretem, amikor így a közepesen fényes csillagoknál a diffrakciós tüskék így a szivárvány minden színeibe játszanak. Ugye ahogy az interferencia miatt ugye különböző hullámhosszú fénynyalábok azok máshogy interferálnak össze. És akkor ilyen kis színes diffrakciós tüskék lesznek, ilyen szivárványos. Van, aki egyszer kérdezte tőlem, hogy ezek a diffrakciós tüskék miért színeznek ennyire, hogy ez egyébként kiszínezem-e utólag, vagy hogy ez miért van, biztos színez a korrektor, vagy színez a távcső. És akkor mondtam, hogy hát tessék megnézni a Hubble-nek az űrtávcsőnek a képeit, ott is ezek a diffrakciós tüskék színesek. Nem tudom, hogy erre felfigyeltetek-e már. Aztán még megmutatom a főtükörtartót, ami nagyon sokat töprengtem, hogy hogyan lehet megcsinálni, hiszen a főtükörtartóknak a főtükörtartókkal az volt a fő bajom, hogy a főtükörnél, ahogy megfogja a főtükröt, egyszerűen belenyúlt a fényútba az a leszorító karom, a tartó karom. És bizony, hogyha ez benne van a fényútba, akkor diffrakciót okoz, járulékos diffrakciót okoz, ugyancsak a fényes csillagoknál figyelhető meg, nem diffrakciós tüske, fényes diffrakciós tüske, hanem pont ellenkezőleg a csillag halójában ilyen sötét kis benyúlásokként. Ami nekem nem tetszett, és azt mondtam, hogy meg kéne ezt oldani úgy, ezt a tükör befogását, hogy ne nyúljon a fényútba a leszorító karom. Hát ez sikerült megoldani, így látjátok, hogy gyakorlatilag a tükröt nem rögzíti oldalról semmi, látszólag. Nem tudom, mennyire látszik-e, majd gyertek ide a végén is, nézzétek meg, hogyha kíváncsiak vagytok. A főtükör oldalára ragasztott kis füleket fogom meg egy ilyen kis füllel. Tehát gyakorlatilag a főtükörre rá van ragasztva egy kis profil, és azt fogja meg a kiesés ellen egy másik kis fül. Úgyhogy hát tulajdonképpen ennyit szerettem volna mondani erről a témáról, ugye nem volt sok idő, fél óra. Ha valakinek bármi kérdése van, akkor nagyon szívesen segítek. Igazából ezt a diát azért hagytam itt, mert de ezt már elmondtam, hogy miért kókadnak, miért mozog a tükör. Igen? Jó. Egy kicsit erről úgy hívjuk, hogy kókadásról, tehát én úgy hívom, ez a tükörtámolygás, ez egy elég fontos... Tessék? Rózsika ebbe előszült meg. Hát igen, gyakorlatilag nem csak a rózsika, én is majdnem elkezdtem őszülni. Gyakorlatilag körülbelül három éven ment rá az asztrofotózásból, hogy próbáltam a tükrös távcsőmből kiküszöbölni ezt a tükörtámolygást, vagy ezt a kókadást. Annak idején, ugye még filmre fotóztunk, és hát fél óra, egy órákat exponáltunk, és nagyon-nagyon nehéz volt megoldani azt, hogy ne legyenek csíkhúzósak a felvételek, még akkor is, hogyha tökéletesen volt vezetve a távcső. De mivel ugye külön vezető távcsővet használtunk a vezetésre, hiába volt a vezető távcsővel nagyon vezetve a mechanika, ha a fő távcsőbe, miközben a távcső egyik pozícióról átállt a másik pozícióba, ugye, ahogy követte az égbolt forgását, ugye a távcsőben az optikai elemek kicsit áthelyeződtek, máshova került a súlypontjuk, a súlyuk, más, és itt nagyon picit eldeformálódtak. Ugye a tükrös távcsöveknél ez sarkalatos pont, hiszen
hiszen nagyon-nagyon minimális, tehát itt ilyen nanométeres elmozdulások is a képen már lényegesen nagyobb elmozdulást eredményeznek. És hát mondom, 3 évig küzdöttem még a Maxutov Newtonnal, minden egyes hónapra levittem a távcsövet, és átalakítottuk, hogy akkor most biztos ez mozog, most biztos ez nem elég jó, most akkor ezt cseréljük ki, ezt erősítsük meg, és nagyon sokszor volt, hogy jó felvételt sikerült csinálni, de, és akkor azt hittük, hogy hú, de jó, akkor a probléma megoldódott, aztán a következő észlelő hétvégén akkor hú, megint milyen sok mindent fotóztunk, és akkor az összes kép rossz lett. És hát ez ment 3 évig, és amikor azt mondtam, hogy akkor, na most akkor végeztem a tükrös távcsövekkel, és akkor vásároltam a lencsés távcsövemet. De ugye, amivel egyébként ez a probléma meg is oldódott, csak utána bejött a digitális korszak, ami lehetővé tette a rövid expozíciós időket, és akkor ezért gondoltam úgy, hogy hát nehogy már 5-10 perces expozícióra nem lehet megcsinálni egy tükrös távcsövet, hogy az nem mozogjon be. De meg lehet csinálni, tehát meg lehet csinálni. Sőt, biztos meg lehet csinálni, úgyhogy egy óra alatt sem mozduljon el, benne semmi, de hát mondjuk az lehet, hogy nem az amatőr kategória, hiszen ahhoz olyan vastag és olyan masszív felépítés kell a távcsőnek, amit lehet, hogy egy amatőr mechanikák már nem bírják el, és nem tudjuk megmozdítani a távcsövet. Tehát az mindenképpen ilyen fix felállításra érdemes. Arra javaslom. Egyébként ezt a tükörtámolygást, ezt a kókadást Ofaxis Guiderrel ki lehet küszöbölni. Az Ofaxis Guider micsoda az, amikor a saját fókuszban vezetjük a képet, tehát nem használunk külön vezető távcsövet, hanem a fő távcsőből veszünk ki egy kis fénynyalábot, és avval keresünk egy csillagot, és arra vezetünk. Ugye ez lehetséges, csak abban az időben, amikor mi még szemmel vezettünk, nem használtunk autoguidert, akkor ez az Ofaxis Guider-es dolog hihetetlen körülményesítette a vezetést, hiszen az Ofaxis Guider-be nem lehetett csak úgy válogatni a csillagok közül, hogy akkor megkeresem ott a környéken a legfényesebb csillagot, hanem ami oda beleesett, azt kellett használni. És ott legtöbbször az esetek 90%-ában nem volt ott, azon a pici területen belül olyan vezető csillag, ami vizuális vezetésre alkalmassá tehette volna a rendszert. Manapság ugye már a modern autoguiderekkel és az érzékeny CCD-kkel, ugye amik az autoguiderekbe be van építve, azokkal lehetővé lehet ezt tenni, hogy gyakorlatilag egy Ofaxis Guiderrel mindig lássunk csillagot az égbolt gyakorlatilag bármely területén. Hát ha valakinek bármi kérdése, észrevétele van még, akkor nagyon szívesen. Igen? Hát igen, ugye a kis hőtágulás miatt, és ugye ahhoz, hogy a fókuszírozó és az egész felépítmény nagyon merev legyen, ez egy ilyen vastag, látjátok, hogy ez ilyen jó 6-7 mm vastag, falvastagságú csőbe van az egész szerelve, és ez egy kompozit anyagból van, ez egy ilyen karbonszálas, szénszálas szövetből van műgyantával hengerelve, és szendvics szerkezetből belül is van szénszál, meg kívül is van szénszál. Ugye a szénszálnak az a tulajdonsága, hogy azon kívül, hogy nagyon könnyű, hihetetlen erős, és gyakorlatilag nulla a hőtágulása. Tehát, és egy ilyen szendvics szerkezetből megépített cső, az azt eredményezi, hogy nagyon könnyű lesz a távcső, és hihetetlen merev. Hiszen a szendvics szerkezet azért szendvics, mert van kívül is egy szövet réteg, meg belül is, és a kettő között meg egy olyan valami egyszerűbb réteg, ami nagyon könnyű, de a két erős karbon réteget eltartja egymástól mereven és szilárdan, hogy ne tudjon azok sem nyíródni, sem pedig összenyomódni. És ezáltal ugye a rendszernek a merevségét tulajdonképpen a külső meg a belső szövetnek a szerkezete adja, de mégis nagyon fontos az, hogy ez a két szövet ez bizonyos távolságra legyen egymástól. Ugye minél távolabb lenne, annál merevebb és annál erősebb lenne a konstrukció. De hát itt ez az 5-6 mm ez elegendő ahhoz, hogy a távcső megfelelően merev legyen. Egyébként ez a cső önmagában kibírja azt, hogyha én ráállok, gyakorlatilag deformáció nélkül rá lehet állni, és meg se nyekken neki. Tehát
Nem, hát így. Így. Tehát, hogyha így oldalt ráállok, vagy ráülök, vagy valami, ezt ki is próbáltam annak idején, hogy na, sikerült-e a dolog, és tényleg, hát gyakorlatilag meg se kortyan neki, meg se mozdul. Igen. Na most hát a karbonnak mi az ára? Gyakorlatilag az a baj vele, hogy elég, ez egy elég költséges dolog. A szövet is drága, meg a technológia is, amivel el lehet készíteni, az is időigényes, és drága is. Tehát egy ilyen csőnek az elkészítése 50-80 ezer forint önköltségi ára gyakorlatilag. Ez F per 3,75-ös, tehát 750 a fókusza, és a korrektor az még további 5%-ot csökkent rajta, így lesz 710 mm. De ugye a rendszer fényereje, eredő fényereje az F per 4-es, mert a kitakarás, meg a reflexiók egy picit elvesznek a fényerőből, úgyhogy gyakorlatilag egy F4-es rendszerről van szó, aminek a valódi fényereje F4-es. A nyílás viszonya pedig F3,5-ös. Milyen gyakran justírozom? Hát ezt nem szoktam justírozni, az igazság. Ellenőrizni gyakran szoktam, tehát mindig, amikor viszem a távcsövet, észlelés előtt mindig ellenőrzöm, de gyakorlatilag az elmúlt időszakban ez föl volt állítva, ez a távcső, hát 10-szer körülbelül, és abból talán egyszer kellett hozzányúlnom a justírhoz. Úgyhogy lehetséges megcsinálni ezeket stabilra. Ami még fontos, esetleg egy párafűtést építettem ide be a segédtükörhöz, hogyha nagyon szép, tiszta, csillagos az ég, de ilyenkor ősszel-télen előfordulhat, hogy igen párás az idő, és hát először persze a tükrös távcsöveknek a segédtükre párásodik be. Hát kiabáltam én már emiatt az ágasvári réten tavaly nyáron, nem idén, tavaly nyáron, mert nem volt bekötve a párafűtés, és bepárásodott az egész optika, és nem tudtam dolgozni, pedig az ég az jó volt, tehát az lehetett volna fényképezni, vagy távcsövezni. De ugye az ember meg ott éppen nincs az embernek a zsebébe a hajszárító, amivel mondjuk le lehetne fújni a párát, és hát ilyenkor nagy segítség egy párafűtés. Ezt is házilag egyébként meg lehet oldani. Na, hát akkor megköszönöm a figyelmet, ha nincs több kérdés, és akkor